Hanvas Márton vagyok a mai nevem. 1943. február 24-én születtem Huppert Márton néven. És miután részint a harmadik vonaton, mint név szerint is föl voltunk sorolva, ezért apám félve a kitelepítéstől magyarosított, és ez így ám, rám is vonatkozott, így lettünk hangos. A kitelepítésben a harmadik vonat végül már nem indult el így itthon maradtunk. Hát a közvetlen a háború után az én gyerekkoromban még alapvetően majdnem mindenki németül beszélt, és az összes ilyen régi német szokás még eleven volt. Az utcán németül beszélgettek, egymással németül beszélgettek, az emberek még a régi népviseletben, különösen ők régi népviseletbe jártak, a lányoknak nagyon csodálatos, szép ruha, színes, nagyon színes volt a solymári lányoknak a népviselete, és még abba mentek táncolni, énekelni. Az egyháznak nagyon komoly szerepe volt, tulajdonképpen a háború után egészen napjainkig az egyház fogta össze a svábságot, illetve hát nem csak a svábságot, de alapvetően az is. A templomba mindenki rendszeresen járt, és még németül énekeltek, németül miséztek, ameddig lehetett, ezt követően ez megszakadt. A solymári német énekeket mindenki ismerte, le se volt írva például a templomi érekek, nem voltak leírva, mindenki tudta. Ha két asszony összejött, akkor mindjárt énekeltek, munkaközben állandóan énekeltek. Tehát az általános volt, hogy énekeltek. Ha két nő énekelt, az egyik már tercelt. Tehát nagyon komoly énekkultúra volt, mind a férfiaknál, mind a nőknél. És hát éppen emiatt jutott aztán az eszünkbe, hogy az alapítvány, amit később alapítottam, hogy össze az így összegyűjtött, Kelemen tanárna összegyűjtött az utolsó pillanatban ezeket a német énekeket, Ma már nem élnek ezek, akik ezt a énekeket lediktálták és elénekelték, és így ezt sikerült könyvbe megjelentetni, a helytéti alapítvány, amelyet az én javaslatomra alapítottak, és hát ez a könyv megjelent, és a Tudományos Akadémia Zene Történeti Intézete nevét adta hozzá ajánlásával, tehát olyan színvonalú, hogy ezt egy ilyen komoly intézmény is támogatta. Na most visszatérve a gyerekkorra, az alapvető dolog volt, hogy mindenkinek feladata volt. A gyerekeknek is mindig dolga volt. Hát nekem itt már 5-6 éves lettem, akkor kecskét kellett legeltetni, öcsémre, hugomra vigyázni, rőzsét vágni, tehát mindenkinek feladata volt. Tehát nem, nem úgy, mint manapság, amikor a gyerekeknek hát kevesebb feladata volt, és így a szorgalmas életbe belenőttünk. És én is belenőttem, és úgy gondolom, hogy ez a így, e, így ránk, ok, tehát oktatása ránk hozott szorgalom egy életen át előre vitte a sorsunkat. Solymár és Fáb családból származtam, és mindkét oldalon iparos családba. A édesapám családja, a Hupper család, az 56-ig megvolt a Kovács műhely, tehát kovácsok voltunk, és minden hasonló szakma, ami a falusi ember kiszolgálja. A nagybátyám az 56-ig működtette a Kovács műhelyt, de miután, amíg ő a fronton volt, a családját kitelepítették, hazajött, és már nem engedték ki őket, és így egyedül volt itten a Kovács és nyilván 56-ban, amikor erre lehetőség volt, akkor kiben Németországba a családjához. Most ekkor gyakorlatilag megszűnt a Kovács műhely, tekintettel arra, hogy utána a TSS-esítés miatt nem volt már ilyen igény, a család többi tagja is iparos volt, édesapám lakatosként dolgozott. Itt a helyi a Rozália téglagyárban volt, már 13 éves korától ott dolgozott, és egészen 72 éves koráig ott dolgozott. Először karbantartó, de tudott heggezteni, kovácsolni, mindenhez értett. Ami egy gyárban van, gőzgéptől kezdve mindent és hát egészen a nyugdíj után is még évekig dolgozott. Ő volt aztán a karbantartás vezetője, és ennyi, ennyi tapasztalattal nyilván ő volt ott a legjobb. A családi hagyomány alapján a Hubert Kovács úgy került Sojmárra, hogy akkoriban, hát minden egyes szakembernek, hát vándorolni kellett több helyen, beszerezni a tapasztalatokat, és így került Solymárra. És itt beleszeretett egy Solymári lányba, és így letelepedett Soymáron, tehát tulajdonképpen Bécsből keveredett ide, és hát ez a Huppertágnak a származása. Anyám családja az kicsit bonyolultabb, tekintettel arra, hogy a nagyapám, amikor Atatürk Törökországban Kezdett modernizálni, kellettek neki szakemberei. És hát többek között is, így a nagyapám is kiment, fűtés-, vízvezetékszerelés, villanyszerelést csinált, és miután jól végezte a munkáját, az összes minisztériumnak, a parlamentnek, meg a Hilton Hotelnek ő csinálta a szerelését. Na most a, volt neki öt lánya, akik Magyarországon éltek, de az utolsó két lány az már Ankarában élt, amíg hat éves lett, és akkor hat éves korukba hazaküldték őket, itt jártak iskolába, tekintettel arra, hogy egy percig nem gondolta, hogy kint maradt Törökországba, de a front elől még az utolsó vonattal kimenekítették a két lányt, mert annyi rosszat mondtak a orosz katonák ilyen irányú cselekedeteiről, és ezt elhitték, tehát inkább elvitték őket. Na most így a két lány már Törökországba ment férhez, az idősebbik az egy török diplomata, egy nő jól menő családhoz, a fiatal addig pedig egy német diplomatához ment férhez, és ő még érdekes módon 96 éves, még ma is él, és nagyon aktív. A fia az a Mercedes banknak a helyi elnöke, meg a Mercedesnél, tehát egész komoly karriert futott be, és nagyon jól beleélték magukat a török életben. Hali van nekik egy komoly nagy üdülőjük, és nagyon jól élnek és a, többi, másik két lány, az kitelepítették Karlsruhe-ba, és Karlsruhe környéki falukba, azok ott házat építettek, és ott élnek. Édesanyám maradt egyedül itthon, a sors így hozta, és hát miután nagyapám minden gyereknek vett egy-egy telket, hogy építsenek, ezek a telkek nagyapám nevén voltak, de anyám úgy érezte, hogy erkölcsi kötelesség ezeket megmenteni, és ha nem művelte volna, elvették volna. Miután ő az nagyapám nevén fizette az adót, így ezt nem államosították, mert azért ez bonyolult volt egy külföldön élő embernek elvenni, nem volt okuk rá, művelve volt, hát így. Ezek a telkek megmaradtak, és csak amikor a nagyapám 70-valány éves korába végigjárt az összes gyerekét, akkor mondta, hogy akkor ez legyen a tiéd, és így lettek azok a szüleimé. Hát a kitelepítésről, miután csak a két testvére, édesem két testvérét érintette, annyit tudtak, hogy kaptak egy értesítést, és izgultak, hogy ők, ők ne bele. Aztán különösebben annyit, hogy kikerültek Németországba, ott akkor sehol, semmi nem volt, és lassan-lassan eljutottak oda, hogy telket vettek, építkeztek. Egy picit bonyolult volt a helyzet annyiban, hogy minden itt maradt, és hát ezt ők nagyon nehezen tudták önmagukban lerendezni, hogy mindenüket elvesztették, és hát egy kis, ez egy kis is jelentett. Kétszer-háromszor voltak itt, nem sűrűbben, miután látták, hogy minden rendben van, nem. Tehát ilyen rendszeres összejárás, ezt követően már nem volt, a gyerekeik is egyszer-egyszer jöttek, és ezt követően nem. Le ellazult. Tehát a hosszú évek alatt ezek a rokoni kapcsolatok gyakorlatilag megszűntek. A legtöbbet a nagymamánál tartózkodtam, még csak németül beszélt, így öt éves koromig gyakorlatilag nem tudtam magyarul. Aztán az óvodába tanultam meg, amennyire kellett, és az iskolába, hogy mire iskolába kerültem, már tudtam, és hát állítólag jó felfogó képességem volt, és nagyon gyorsan megtanultam, és az iskolába hát végig kitűnő eredménnyel végeztem egész a nyolcadikig. Az utcán is egy nagyon sokan beszéltek ma magyarul, tekintettel arra, hogy a kitelepítés miatt 2000 embert kitelepítettek, ezeknek a házaik szabaddá váltak, és ide betelepítettek, itt telepesnek neveztük őket, különféle helyekről jöttek, részint ilyen mezőkövezi summások, a felvidékről áttelepültek, és Budapestről is jött ki néhány ember, de ez a két nagy csoport volt a felvidéki és a mezőkövesdi summások. Most ebből voltak annyiban hát, nézeteltérések, hogy azok az emberek, akiknek korábban nem volt semmiük, nem tanulták meg, hogy hogy kell a földet művelni. És hát a szorgalom sem volt meg mindegyiknél, azok hát azokat a házakat pillanatok alatt lelakták, kivágták a fát az udvaron, eltűzelték a hordót, a létrát, és amikor megvolt, akkor eladtak mindent, és elmentek. Ez a réteg nyilván nagyobb figyelmet kapott, mint a többi rendesen dolgozó ember, és hát így általánoságban a, a telepesekről mindig ezekről beszéltek, bár ez nem volt teljesen helytálló, mert sokféle ember dolga lakott itten, és az első időben a kapcsolat ez eléggé feszült volt, de lassan-lassan rendbe jött, és egy idő után már erről nem is beszéltünk. Hát az általános iskola elvégzése után én a, a technikumba akartam menni, de hely hiánya miatt nem vettek fel. Akkoriban azért az iskola ajánlása nagyon fontos volt, és hát mivel én hittalra jártam, ez az ajánlás nem volt annyira erős. Édesapám elvitt akkor Lakatos Inasnak, és ami az érdekesség, hogy az a Inas éveim első idejét börtönben töltöttem a Mártirők utcai börtönt úgy, ahogy volt, azt csak leragasztották az ablak, az ajtókra a címkét, és betettek egy pár padot, és ez volt a e, inasi iskola, tehát a ipari iskola és ott jártam. De miután ott is az első időben kitűnő átvittek egy minta intézetbe szerszámkészítőnek, és akkor már mint szerszámkészítő végeztem és amint végeztem, én azonnal jelentkeztem esti technikumba. Az esti technikubot elkezdtem, de a harmadikból behívtak katonának, hogy azért ne legyen azért olyan gyönyörű az élet. Bár a katonaságnak is volt részemről egy nagyon nagy hozadéka, tekintettel arra, hogy én, én mint írás tudó, az irodába tettek be írnoknak, és a, akkor volt ez a kis enyhülés, és a, ankarai nagynéném, férje az diplomata volt, és akkor Magyarországon keresztül ment az állomás helyére, és én pont akkor voltam szabadságon, és hát beültem az autójával, mentem vele ide-oda, hát hogy, hogy nem, mire leértem a laktanya, már mindent tudtak, és a szőnyek szélén kezdtem, és hát hogy, hogy merek én ilyet csinálni, minden, és kirúgtak az irodában rögtön. Letettek a konyhára ilyen edényfelelősnek, hogy kiadni a edényt, de hát ez nekem nagyon nem tetszett. És akkor bementem a politikai tiszthez, és mondtam neki, hogy százas elvtárs, én sose titkoltam a német rokonaimat, sajnálom, hogy ezt nem vették figyelembe, de ha már így alakult, akkor szeretném a munkámat jól végezni, küldjenek el szakácsiskolára. Elküldtek. És rendesen elvégeztem, tehát végzett szakács lettem, és a, már a második évet teljesen, az első évnek a felét, már szakácsként töltöttem, és ha valaki emlékszik a katonaságra, a szakács a legmagasabb beosztása honvédségnél, mert hát azért enni mindenki, fiatal emberek nagyon szeretnek enni, tehát ez jó volt. És így begyakoroltam a főzést, ami később nekem nagyon sok hasznot hozott. Például Irakban, ahol saját ellátásra voltam, ott 7 dollár volt az ebéd, 7 dollár a vacsora, és én 3,2 dollárba az egész napi értézést kihoztam, és így napi 10 dollár spóroltam. Tehát ez két év alatt azért egy jelentős szumma. 1956-ban hát soimáron olyan nagyon nagy lázadások nem voltak. Tehát lehetett hallani, hogy 5-6 ember, akik ebben részt vettek, se harc, semmilyen, hanem tanácsházán mindenféle értekezletek voltak. Ezek az emberek zömmel diszidáltak. Ami nekem 56-ról megmaradt, a Zsíros hegyen fönn volt egy laktanya. És az orosz repülőre rálőttek egyszer, és egy fél óra múlva orosz repülőgép kötelék jött, és e, még a macskát is futtába lelőtték. Most otthonról szépen lehetett látni, hogy ez a nyomjelző lövedékek, tehát egy ilyen légi csatát tudtam végignézni, e, mint néző, és hát nagyon érdekes volt, és hát nagyon megrázó volt, hogy ott mindenkit mellelőtt, tehát ott senki nem úszta meg, ennyi volt. A... E, másik oldalon, hogy kint a csobánka felé, ott is volt ilyen üteg, de olyan komolyabb harcot nem tudom. gyakorlatilag csatározásról soly már környékén nem tudom. Egyik reggel arra ébredtem, hogy a faluba végig ment egy tank csoport, és hát rettentően megrázta az épületet, mindent egy nyomgarat meg bennem, hogy de egy ilyen megrázó élmény volt, hogy a tankok itt végigmentek. A munkám során én dolgoztam Németországba, a turbina foglalkoztam, és mint érdekesség, amikor a Paks atomerőművet csináltuk, akkor kellettek ehhez szakemberek, turbina szerelők, és én a Németországban szerzett ismereteimből írtam egy ilyen tankönyvet, és ebből oktatták a turbina szerelőket. Tehát ez még hasznomra is vált ez a gyakorlati tapasztalat. A német nyelvtudásnak Oroszországban is rész nagyon hasz, nagy hasznát vettem, miután a beszállított cég és a szakemberek németek voltak, mert mi a három kompresszorállomást csináltuk, a itt a Husztit, a Bogorocsány és a kompresszor kompresszorállomást, és mi annak a kompresszorit és a vezetékeit heggeztettük és szereltük, és ehhez német tudás kellett, mert a német szakemberek ellenőrizték, nézték, tehát így a német nyelvtudásom itt is hasznomra vált, és ugyanez volt Irakba, ahova a cégem kiküldött, és ilyen 30 emberrel levezettem egy turbina szerelést, és tekintetel ott is a beszállítók osztrákok voltak, ott az osztrák nyelvtudásra volt szükségem, tehát minden esetben nekem a német nyelvtudás haszomra vált. És ezen a nyelvtudás segítségével Németországban elvégezhettem a heggesztő szakmérnöki főiskolát német nyelven, és így hát a szakmai ismereteim bővültek ezzel. A gyár és vállalatnál szerkesztő lettem, aztán tervező, ahol az volt a feladatunk, hogy mindazon eszközöket, darukat, gépeket, amiket akkor még nem lehetett kapni Magyarországon, mert nem volt pénz, nem volt valuta, azt nekünk le kellett gyártani. Nyilvánvaló, nem mi találtuk ki ezeket teljes egészében, hanem megnéztük a nyugati prospektusokat, netán egy mintadarabot megszereztünk, megnéztük, és részben megterveztük, de részben újonnan kellett tervezni, mert nyugaton már olyan komoly daruk voltak, amiket mi itt nem tudtunk csinálni, ezért nekünk olyan darut kellett csinálni, egy emelőárboc, csörlővel, emelni, húzni. Csörlőse volt a kereskedelemben kapható, tehát az első munkám egy 5 tonnás csörlőnek a részlet volt. A gyári és válatnál egészen a rendszerváltásig dolgoztam, amikor Azért szűnt meg a cég, mert már a hónapra az összes beruházás megszűnt, és miután beruházással foglalkozott, munka hiányában a cég megszűnt. És akkor pályáztam, az önkormányzat akkor döntötte el, hogy a szennyvíztelepet modernizálja, és akkor lehetőség volt arra, hogy az állami tulajdonból, önkormányzati tulajdonba kerüljön a szennyvíztelep. Én erre pályáztam, megnyertem, és megkaptam azt a megbízást, hogy építsek fel egy szennyvíztelepet, és megfelelő korszerűséggel tekintettel arra, hogy a tervezési gyakorlaton volt, bár nem ezen a vodalon, de megtaláltam megfelelő szakembereket, megterveztettem, és így Solymáron egy a környéken legkorszerűbb telepet sikerült felépíteni, és az alapgondolatom az volt, hogy példát kell venni Budapesten, ahol az 1800-as években megépítették a vízvezetéket, a csatornát, és az még jövőre is jó. Tehát úgy kell gondolkodni, száz évre előre kell gondolkodni, ezt figyelembe véve csináltattam meg az új telepet. De miután egy forintja nem volt erre az önkormányzatnak, de szerencsémre a Ósen ide akart jönni, de hát kinyitni akkor tudod, ha kap a csatási művektől egy aláírást. Hát természetesen nem volt kapacitása a csatási műveknek, és csak akkor, ha egy újabb telepet építünk. És szerencsére úgy állapodtam meg az ocean hogy nem pénzbe, hanem egy kész Tehát mi adjuk a tervet, mi adjuk a műszaki ellenőrt, kiválasztjuk a kivitelezőt, és ő fizet. Na most az Ósen azt hitte, hogy ezt 300 millióból megúszza, de tekintettel, hogy ilyen igényes telepet nem lehet 300 millióból megúszni, körülbelül 750 milliójába került ez az Ósennek, de kényszerhelyzetben volt, ő novemberben ki akart nyitni, és ha nincs csatási aláírása, nem tud kinyitni, és egy, egy Karácsonyi vásáron többet veszett, ezért a kisebbik rossz felé ment és fizetett. Mindig lokálpatriótának éreztem magam, és amikor itt megalakult a e, helytörténeti társaság, annak én aztán tagja lettem, és a társaság tagjai kidolgoztak mindenféle tő helytörténeti dokumentumot, amelyeknek a kiadása nem akart előrébb haladni, nem volt rá mód. Most akkor megjelent az a lehetőség, hogy egy alapítvány az már az jogi személyként már tud könyveket kiadni, és így a javaslatomra megalakult a helytörténeti alapítvány, és a helytörténeti alapítvány adta ki azokat a könyveket, amiket említettem. Részt itt a Sojmár könyve, annak a második kötete, Sojmári német népdalok a várról, kapcsolatban könyveket, ami azt kell mondjam, hogy egy olyan könyv, amelyet mindenki olvas ma már, és ha akkor nem sikerült volna, azok a szerzők már nem élnek, ezek az ismeretek elvesztek volna. Tehát nagyon nagy szerencsénk, hogy ezt időben ki tudtuk adni. A, az alapítvány ezen túlmenően, miután nagyon aktív volt, megbízták a múzeum és a vár üzemeltetésével. Mindaddig, míg a magyar, Solymáról meg nem alakult az erre egy vállalat, amely minden ilyet jön, addig mi ezt is. Vagy például a templom téren van ez a nagyon szép házas pár, hát ennek a szervezésében, a kialakulásában és főleg a pénz összegyűjtésében is az alapítvány részt vett, tekintettel úgy kezdtem, hogy nyilván befizettem egy jelentős összeget a magánrövőből, és akkor bárkihez oda mentem, és akkor te mennyit az. Így rövid két hét alatt összejött az a több millió forint, ami ehhez kellett, és azt kell mondjam, hogy ez a szobor, ez a Solymárnak egyik része. és ez nagyon örülök. Solymáron a várat, vár dombot úgy hívták, hogy Schlossberg, de semmi nyoma nem volt. Na most egy Valko Arisztid nevezető, nem történész, de egy ilyen műkedvelő történész, neki állt és ásott. Kit megtalált egy csomó falat, és de tovább nem jutott a dolog. És akkor pályázott az önkormányzat, hogy ezt a várat kicsit felépítsék, tehát helyreállítsák, és ennek a helyreállításában az alapítvány is részt vett. Részint úgy, hogy a ásatáshoz a egyetemistákkal csináltatták, az alapítvány biztosított hozzá szállást, étkezést. Így. Tehát, mert azért erre pénzt nem lehetett kapni. Amikor elkészült, akkor a karbantartását csináltuk, lefestettük, a összes fa szerkezeteket. Tehát van ez a, nem tudom, láttad, van egy nagyon szép nagy bástya, ami fa szerkezetű, és a nagyon jó kis kilátótól, hogy mindenkinek tudom ajánlani, megnézni. Tehát ezeket megcsináltuk, és mondom az ásatáshoz. Például ahhoz, hogy egy mélységből kihozunk az anyagot, ahhoz terveztem egy darut, azt legyártottuk, felszereltük, és azzal a darúval ebeltük ki abból a tíz méteres mélységből az anyagot. Tulajdonképpen valami még a középkorban épült ez a vár, még Bátyás király előtt, és hát állítólag Mátyás királynak ez egy kedvenc vadászvára volt már ide, a itt állítólag itt többször itt volt és hát tulajdonképpen ö, nagy ö, stratégia jelentősége nem volt. Egész a török időkig működött, de a törökök idején elpusztult, leégett, és ezt követően semmi nem maradt. Aztán a betelepült németeknek hát a legjobb kőbánya volt, tehát az ott levő, a várfalban levő köveket használták fel, mert hát mikor idejöttek, semmi nem volt, egy erdő volt és hát onnan szedték fel. Hogy mennyire erdő volt, még az én gyerekkoromban is a templom tér fölött már akácos volt, tehát a falu lassan húzódott feljebb, de a, a temetőnél kezdett a, a falu sorsa, ott volt az első templom, és aztán lassan húzódott felfelé, és akkor épült ez a szép templom. A vár, amikor felépült, akkor felmerült, hogy hogyan lehetne ezt hasznosítani. Most a Szent Kilián lovagrend, amelynek én is lovagja vagyok, elhatározta a Kilián vezetője, elhatároztuk, hogy épp egy várjátékot csinálunk. Megszerveztük a várjátékot, nagyon színvonalasra sikerült, és nagyon impozáns várjáték volt. Ezt két alkalommal megcsináltuk, aztán anyagiak hiányában nem lehetett tovább, mert egy ilyen várjáték azért több millió forint. De úgy gondolom, hogy érdemes volna várjátékokat továbbra is itt csinálni. Kelet-Európában Solymáron volt először Waldorf, és az itt a Solymáriak, néhány Solymári, meg szervezte a Waldorfot, és a mi utcánkban épült fel az első Waldorf óvoda. Ezt követően a Makovec megtervezte és megépítették a Panoráma utcába azt a nagyon szép Waldorf óvodát, és a állandó gond volt, hogy a Waldorfnak a tanárképzés nem megoldott. Na most sikerült megvásárolni a József utcában egy koboly nagy épületet, és a Waldorf Főiskola azóta is ott van. Lekerdi Tamás volt ennek az egyik vezetője, és 30 évig a Waldorf Alapítvány Kuratóriumában is tevékenykedtem. Hát a sok munka mellett azért maradt idő a magánéletre és természetesen, legénykoromban nagyon szerettem táncolni, végig mentem minden mulatságon, és Solymáron akkoriban még a régi hagyományok szerint a bálok, tehát egy farsangi bál, az elkezdődött szombaton, vasárnap, hétfőn, tehát este délután elkezdődött mondjuk vasárnap, estig, vacsor után és reggelig. És tehát minden ilyen bálon elejétől végig táncoltam, mert szerettem táncolni, és hát nagyon jól éreztem magam, de nem csak Solymára, hanem a környező falvakba is, Pilis-Vörösváron, pilis, pilis is elmentem táncolni, és azt mondom, hogy a legény életem alatt nagyon kellemesen telt el, mert nem maradtam ki semmi mulatságból. És nagyon tetszett ez a Solymári szokás, akkor még az volt, hogy a, a zenekar fönnült egy pódiumon, a szülők hátul egy sorba ültek, előttük álltak a lányok, a fiúk, melyik kin voltak a söntésben, és elkezdett játszani a zene, akkor a fiúk beáramlottak a teremre, és körülnézték, és akkor e, e, felkérték azokat a lányokat, akik nekik tetszettek. Most ebben a szempontból nagyon fontos volt, hogy valaki tud-e jól táncolni, vagy nem, mert amikor olyan tánc volt, amit a nagy többség nem tudott, akkor ö, nagy volt a választék, bárkit föl lehetett kérni, és így nagyon kellemesen táncoltak, és szerettem táncolni, tehát ez egy jó volt. Na most a ö, végül a sors úgy hozta, hogy mégsem Soymárról nősültem, mert a gyári és gépszerű ahol dolgoztam, ott volt, egy kolléganőm, aki hát minden nőről tudott valami rosszat. És egyszerre csak feltűnt, hogy van egy nő, akiről nem tud rosszat mondani, nem mond semmi rosszat. Hát ez nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy néz ki az a nő, akiről ő nem tud rosszat mondani. És megnéztem, és hogy hát valóban pozitív benyomás keltett, és akkor ezt követően a, a, miután a cég rendszeresen lehetőséget adott, adott búzt, és mentünk kirándulni a fiatalok, ugye a legközelebbi Soproni úton azért, hogy-hogy nem, hát nem mellé szólt a helyem, <laughs> és, és akkor el, hát ott táncoltunk minden, és hát tulajdonképpen összebarátkoztunk, és hát ebből lett a házasság, amely, azt kell mondjam, hogy nagyon jól választottam, már most már 56 éve együtt vagyunk, és úgy gondolom, hogy probléma mentesen, tehát egyikünk sem kacsintott félre, és hát nagyon szépen. Ráadásul a feleségem egy nagyon szorgalmas asszony, nagyon szereti a kerti munkát, és hát példamutatóan dolgozik. Hát nyilván egy házasságnak akkor van értelme, ha van gyermek, és így hát egy néhány év után már úgy döntöttünk, hogy legyen, és így lett a Gábor, meg a Tibor nevezetű fiunk. Azt kell mondjam, hogy a Sajmári és Vábok gyerekeinek a német identitás az már igencsak elhalványult bár mindenik tud egy picit németül, vagy kevésbé picit, de már ez a elmagyarosodtak, tehát az nem lehet azt mondani, hogy ők, ők tudják, hogy svábok származásokat, nem beszélve arról, hogy a félig magyarok, tehát a, és így én úgy gondolom, hogy ne sose jelentett gondot, hogy a nemzetiségi hova tart. Ez egy pozitív, ha valaki még egy nyelvet tud, meg hogy én úgy hiszem, hogy nem is volna ma már célszerű ezzel foglalkozni, hogy én sváb vagyok, vagy nem vagyok sváb. Mi azért a sváb én, hagyományokat továbbra is tiszteljük. Van ez a Heimát Ferej nevezetű szervezet már annak tagjai vagyunk, a feleségem is tagja, mint egy német férj felesége, és nagyon jó és szép programokat csinálnak megtartják a dalokat, a ünnepeket, és úgy gondolom, hogy a német identitást szépen ápolják.